és hogy ez alkalommal egy másik rendkívül eleven témát kaptam a saját felelősségi körömbe. A helyzet az, hogy volt ugyan nagyon erőteljesen arra reszállt minket a kiadó, hogy határidőbe adjuk le a szlájdjainkat, de menet közben az az érzésem alakult ki, hogy talán egyszerűbb lett volna itt megírnom, mert egyfelől, mint látható, sok olyan kérdést is érintettünk az előző elméleti, illetve átfogóbb az általános szabályokra fókuszált előadásoknál, amelyek óhatatlanul érintik a kis társaságokat, láthatóan a piacot leginkább érdeklő kis és középtársaságok esetében felvetődő ilyen értelmezési kérdéseket. Magával ezzel az össze-vissza kapkodással is tudjuk ezt a fajta üzenetet közvetíteni. Látható, és ez az első üzenete ugye a PTK-nak, hogy annak ellenére, hogy egy egységes szabályozásra törekedett, a dolgunk tételes jogi tényhelyzet megállapítása és ennek az értelmezési tartománya is sokat nem egyszerűsítettek. A háromszintű szabályozás a gazdasági társaságokon belül is olyan kérdésekben is fel fogja vetni innentől fogva azt, hogy mind a három szintet megnézzük adott esetben egy kérdés eldöntésénél, ahol a korábbiakban ahhoz voltunk szokva, hogy erre nincsen szükség. Ez az egyik. A másik ilyen szolgálati közlemény, hogy az urak néhány dolgot lelőttek az én témámból, aminek eredményeképpen majd megpróbálok úgy gyorsítani, hogy és talán arra fókuszálni, hogy hát ha utána a konzultációs részben több kérdésre találhatunk közösen választ, mindjárt mondom is, hogy vagy találunk, vagy nem. Tehát én beszéltem korábban az engem követő vezető cégbíró kolléganővel, és abban maradtunk, hogyha valami nagyon pervers, cégjogias, és hát azok az igazán érdekes kérdések, és esetleg én nem tudom rá az adekvát választ, vagy úgy ítélem meg, hogy esetleg ő hozhat új hírt, akkor azt majd áttereljük az ő részére. És hát természetesen a professzor úr lelőtte azt a mottómat is, ami az egyik kedvenc ősi idézetem, hogy ha a jog eltér az élettől, annál rosszabb az életnek, de minden esetre ennek a szellemében folytatjuk tovább. Ugye én azt a megoldást választottam, hogy szeretném fölhívni a figyelmet inkább azokra a hangsúlyos pontokra, nem futok végig ezeken a dolgokon, hanem néhány olyan hangsúlyos pontra szeretnék rávilágítani, ami érdekes lett a gyakorlat szempontjából. Mindjárt a végrehajtási rendelkezések közül azokat emeltem ki erre a diára, amelyek a kistársaságok szempontjából lényegesek. Ugye a PTK-é elsősorban az átmeneti szabályokkal, és nagyon hangsúlyosan a BT és a KKT esetében a jogtechnikai kérdésekre fókuszálva van jelentős hatással, mert a KKT-BT esetében általában az lesz az érdekes, hogy mikor van közvétételi költségtérítés és illetékmentes benyújtás, hogy adott kérdésben egy dolgot beadvány, egyéb beadvány formájában adjunk be, vagy változásbejegyzési kérelem formájában. Jelzem azért megnyugtató végpontra ebben még a cégbírói másik oldal sem jutott. És a PTK módosító a saláta törvény mindenféle udvariasabb megjelöléssel igyekszünk ezt a saláta törvényt illetni. Én ezt a PTK módot választottam hozzá, de természetesen saláta törvénynek fogom nevezni én magam is. A saláta törvénynek szintén alapvetően azt gondolom, hogy a KFT és a KKT-PT esetében is a cégtörvény módosító rendelkezései viselik a legnagyobb jelentőséget. Azzal, hogy egyébként a KFT az egyik olyan kistársaság, azaz egyik olyan társasági forma, amelynek a törvény szövegében is, tehát a PTK-beli törvény szövegében is történt módosítás. Ezt egyébként az ügyvezetőnek a kérdésköre körében fogjuk tárgyalni is. És ami még lényeges, hogy tehát nagyon erőteljesen irányítja szerintem az adaptációs időszakot az, hogy mi van a cégjogban. Én magával a diszpozitivitással kapcsolatosan is erre hívnám fel elsősorban a figyelmet, és hát nyilvánvalóan ez is egyfajta technikai közlemény, hogy a szerződés minták kikerültek a CTV-ből, rendeleti szintre került ez a szabályozás, Gadó Gábor említette ezt, tehát a szerződés minták benne vannak ebben a bizonyos 21/2006-os IM rendeletben. Jelzem a nyomtatványoknak a frissítését a 24/2006-os son keresztül egy 12/2014-es
Kim rendelet vezette át, de az is ebbe a bizonyos CHVR-nek szokták rövidíteni, én most egy CTVR-nek nevezem, azért, hogy lehessen látni, hogy ez az az, az általános igazságügyi miniszteri rendelet, az a 2006-os igazságügyi miniszteri rendelet, amely a cégeljárásnak a részletes szabályait tartalmazta, hozzá vagyunk szokva, tehát ismerjük ezeket a jogszabályokat, csak a lényeg, hogy tehát ezek a mellékletek ebbe a rendeleti jogszabályba kerültek. Jó, hát majd akkor az általános összefüggések köréből én tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor két dolgot emeltem ki. Jó érzékel egyébként, mert a diszpozitivitás kérdését mindkét előadó társam is érintette, ezért én ennek a diának a körét tulajdonképpen három részre szűkíteném le. Az egyik az az, hogy hogyan érvényesül a diszpozitivitás és milyen sajátossággal a KKT, illetve hogyan a KFT esetében, illetve megelőzőleg hagy jegyezzem azt meg, hogy a kogencia kérdésébe azért más jogszabályok is beleszólnak. Tehát nem elsősorban a PTK dönti el adott esetben, hogy valami kogens vagy diszpozitív, illetve nem ennek a bizonyos harmadik könyv négyes szakasznak a tilalmi tesztje, hanem vannak egyéb jogszabályok is, amik kogensként rögzítenek szabályokat, ezt fogom majd érinteni. Ugye hogyan érvényesül a kogencia diszpozitivitás kérdése a KKT-BT esetében? Egyetlen egy példát hoznék, ezt feltettően vita tárgyává is kívánják tenni, legalábbis a gyakorlatban föl fog bukkani. Például a régi GT a vezető tisztségviselővel kapcsolatosan úgy rendelkezett, hogy főszabályként a betéti társaságban a beltag az, aki vezető tisztségviselő lehet, aki társaság képviseletére jogosult, illetve egyes speciális esetekben, vagy ha a társasági szerződés eltérően rendelkezett, akkor a kültag is képviselhette a társaságot. A jelenlegi PTK szabály az úgy szól, hogy a kültag nem lehet vezető tisztségviselő a betéti társaságban. Minden egyes fórumon előkerült ennek a kérdése, hogy ezt a szabályt most hogyan lehet értelmezni. És egyébként maga a jogi elmélet is, a jogirodalom is, és bizonyos értelemben a gyakorlati szakemberek véleménye is megosztott ebben a kérdésben. Azért én most hozom a jó hírt, két szempontból is jó hír. Egyrészt, mert én végülis az a megoldás jegecesedik ki, úgy tűnik, amit én is helyesnek tartok, tehát ez egyfajta személyes siker is. A másik viszont azért jó hír, mert úgy tűnik, hogy a cégbírók is nagyon határozottan és egységesen erre az olvasatra hajlanak. Tudni kell a PTK diszpozitív kógens szabályozási technikájával kapcsolatosan, hogy sokféle módon szabályozza ezt a kérdést. A kisfaludiék gyakran olyan kérdéseket, amelyek a PTK diszpozitivitása miatt egyébként is lehetnek társasági szerződési tartalmak, egyszerűen elhagyott a GT szabályozásában. Úgyhogy ilyen módokon találunk szövegváltozást, hogy vagy hol van az a szabály, ami benne van a GT-ben, ha az most nincs az adott szakasznál, akkor hol van máshol, ha nincs sehol, akkor az most mit jelent, illetve ha van helyette plusz, vagy van másik szabály, azt alkalmaznom kell-e, vagy nem. Na ez a kültagos példa arra nagyon jó példa, hogy itt kikerült az a szabályrész, hogy a társasági szerződés eltérben rendelkezhet, és maradt egy tulajdonképpen szövegesen, kógensen megfogalmazott rendelkezés, hogy a kültag nem lehet vezető tisztségviselő. Ennek ellenére az a helyzet, hogy a helyzet nem változott. Tehát ugye azt a fajta technikai megoldást is választották sokszor a PTK megalkotásánál, tehát hogyha evidens, hogy a társasági szerződésben lehet erről rendelkezni, akkor az erre vonatkozó GT szöveg kimaradt az adott szakasznál. Magyarul az a helyzet most is, hogy főszabályként a beltag lehet a vezető tisztségviselő, a kültag pedig csak akkor, hogyha a társasági szerződés eltérően rendelkezik, a diszpozitivitásnak csak az a tilalmi tesztje van, amit a harmadik köv négyes szakasz felsorol, tehát ha nincsen a törvényben magában a szakasznál eltéréstiltó megfogalmazás, már pedig itt nincs, mert ez a kell, vagy legalább, vagy köteles, ez ugye, mint tudjuk, nem azt jelenti, hogy kell, vagy legalább, vagy köteles,
Másrészt, hogyha ennek a rendelkezésnek a társasági szerződésbe iktatása nem sérti a nyilvánvaló jogait se a hitelezőnek, se a kisebbségi tulajdonosnak, se a munkavállalónak, akkor ilyen szerződéses rendelkezés a társasági szerződésbe beletehető. Ami csak azért érdekes, mert minden olyan KKT-nél, minden olyan betéti társaságnál, ami jelenleg a kültag is, vagy csak a kültag a vezető tisztségviselő, azoknak a társasági szerződése nem ellentétes a PTK-val. Hogyan érvényesül ez a dolog a KFT esetében? Tulajdonképpen több példát is tudnék hozni. Olyan példákat is, amelyeknek szövegesen is, vagy jogtechnikailag is, jelentősen is, radikálisan megváltozni látszik a szabályozáson. Az egyik például a felosztásnak a szabály, az üzletrész felosztásnak a szabálya, ezt a későbbiekben fogom részletesebben is mutatni, de most elég annyi ebből, hogy a felosztásra egy olyan megoldást, egy olyan szabályozási technikát alkalmaz most a PTK, hogy a felosztásnak meghatározza az esetei, majd utána kimondja, hogy a felosztástól, a felosztásnak a PTK-beli szabályozásától való eltérés semmis. Tehát a felosztásnak a PTK-ban szereplő szabályait kógensé nyilvánítja magában egybekezdésben. Azonban magától a felosztás szabályától el lehet térni a diszpozitivitás alapelve alapján, minek eredményeképpen a felosztásra kimondott kógencia az csak arra az esetre vonatkozik, amikor a felosztásról egyáltalán szó van. Felosztás tehát kizárható adott esetben, és ha kizártam a felosztást a társasági szerződésembe, akkor nem kell ezt a kógens szakaszt alkalmazni rá, tehát ha nem, kizártam a korábbi szerződésemben, most azért, mert a PTK ilyen technikával szabályoz, nem kell beleírnom a szerződésembe, tehát az olyan KFT társasági szerződés, ami a felosztást kizárja, nem ellentétes a PTK-val, annak ellenére, hogy a felosztás szabályainál találunk egy kimondott kógens szabályt. Ugyanez a helyzet egy kicsit a bevonásnak, az üzletrész bevonásának a szabályaival, nem ugyanez, hanem eltérő. Annyiban, hogy a bevonás esetében pedig tulajdonképpen sokkal kevesebb a szöveges eltérés a GT szabályaihoz képest, viszont egy szemléleti váltást tapasztalunk a bevonás szabályozásánál, mert míg az üzletrész bevonására a korábbi GT tulajdonképpen azt a rezsimet ültette, hogy bevonásról csak akkor lehet szó, hogyha ez a társasági szerződésben szerepel, a PTK ezen az alapmetóduson változtatott, és azt mondja, hogy a bevonásra a társaságnak főszabályként lehetősége van. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen arról kell speciálisan rendelkezni, ha a bevonást nem akarunk. Ami pedig azt jelenti például az áthúzódó társaságoknál, hogy akinél a bevonásra vonatkozó rendelkezések benn vannak a szerződésben, az a bevonásra vonatkozó saját társasági viszonyok változatlanul használhatja, azok nem ellentétesek a PTK-val, de ha nincsen benne a szerződésébe a bevonásra vonatkozó szabály, akkor ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni, mert akkor, ha ilyet szeretnék, azt gyakorlatilag most már ennek ellenére is megtehetem. Tehát nem hivatkozhat a tag például arra, hogy nem vonható be az ő üzletrésze, azért, mert ez nincs benne a társasági szerződésben, mert amint a szerződésemet a PTK hatálya alá helyeztem, erre főszabályként joga van a társaságnak, a társasági szerződés erre vonatkozó külön rendelkezések nélkül. A harmadik példa, amit a KFT szempontjából hoztam volna, az pont ez az egy tag, egy üzletrész kérdése. Ugye fölvetődött az előző előadásoknak a kapcsán is, és a jogirodalomban is rendszeresen előkerül, hogy mi a helyzet ezzel, lehet-e egy tagnak több üzletrésze. Kérem szépen, erre adható egy normatív válasz is, hogy az ember megpróbálja összerakni több helyről a PTK szabályaiból, hogy erre mi a helyes válasz. Ugyanis korábban a GT azt mondta, hogy egy tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ezt a szabályt a PTK elhagyta. Az előbb már említettem, hogy olyankor szoktak volt elhagyni szövegeket a kisvalódiék a GT-hez képest, amikor egyrészt valamit máshogy szabályoznak, másrészt meg úgy gondolják, hogy ezt a diszpozitivitás miatt most is így van. Ugye, tehát nincs ilyen szabály a PTK-ban, hogy egy tagnak csak egy üzletrésze lehet. Elkezdem végigolvasni, hogy honnan tudom ezt kitalálni, hogy egy tagnak egy vagy több üzletrésze is lehet. Az üzletrész fogalma
úgy van megszövegezve, amely az üzletrészt magát szövegesen is a törzsbetéthez köti. Másrészt az üzletrész fogalmát úgy határozza meg, hogy ez a jogok és kötelezettségek összessége. A törzsbetét fogalmánál, amihez tehát az üzletrész fogalmilag kötve van, ott ki van mondva az, hogy egy tagnak egy törzsbetéte lehet. Tehát értelemszerűen, hogyha egy tagnak egy törzsbetéte lehet, az ő társasági jogainak és kötelezettségeinek az összességét a törzsbetéte testesíti meg, akkor nem lehet neki több üzletrésze sem. Ez a normatív válasz ugyanerre a helyzetre. Természetesen ez egy értelmezési kérdés maradt. Tehát most teljesen biztosra mondani ezt, úgy lehet, hogy én azt gondolom, hogy különben ezekre a kérdésekre a bíróság tartósan és huzamosan normatív válaszokat fog adni. Azt is gondolom egyébként, amit a professzor úr is említett, ezzel én maximálisan egyetértek, hogy konzervatív lesz a bírói gyakorlat az új PTK alkalmazásával kapcsolatosan. Ennek nyilvánvalóan van dogmatikai és normatív oka is, és ehhez én még hozzátenném azt a szempontot, hogy a 15 napos eljárási határidőkkel operáló elektronikus cégeljárási rendszerben a bírók jelentős része nem is hiszem, hogy más helyzetben lenne, mint sem, hogy egy korábban kialakult sémát futtat le, legalább az alapkérdésekben. A nagyon nyilvánvalóan problémás vagy így felvetett kérdéseket pedig az érvénytelenségi perekre fogják hagyni. Egyszerűen ez a helyzet azokra is a hatálytalansági perekre, ennek én nem nagyon örülök, mert ez egy másfajta bizonytalansági tényező, de erről majd még talán lesz szó. Tehát én azt gondolom, hogy egy tagnak egy üzletrésze lehet, az sem változott, hogy lehet egy üzletrészem, és ezen kívül lehet üzletrész hányadon. Ez sem változott egyébként, sőt ennek a szöveges megerősítését meg is találjuk a PTK-ban. Tehát amíg ezt az egy tag egy üzletrész dolgot kicsit elmosni látszik szövegesen, úgy az üzletrész hányad kérdésében egy kicsit egyértelműbben fogalmaz. Az utolsó megjegyzésem miszerint a kogencia kérdésében nem csak PTK-s szabályok, hanem egyéb jogszabályok is bele szólnak, több nyilvánvaló példát is tudok hozni, de a törzstőke minimum a legevidensebb. A törzstőke minimummal kapcsolatos előírásoknak a tételes jogi kogenciáját a CTD-ben találjuk. A cégtörvénynek az érvénytelenségi perek érvénytelenségi okainak a felsorolásában ott van pontosan az, hogy érvénytelenségi per indítható akkor, hogyha a törvényben előírt minimális törzstőkét a tagok és a társaság nem teljesítette. Egyébként ugyanez a szabály az, ami a törzsbetétnek a minimális 100 000-es értékét is kogensként berögzíti, csak azért mondom, mert ez előkerült az előzőekben. Tehát magyarul kogens a törzstőke 100 000-es mértéke, és kogens a KFT 3 milliós minimum előírása, és egyébként a részvénytárságnak a minimális tőke előírása is, de tételes jogi alapon a CTV-ben rögzített szakasz szerint, tehát CTV 69 nem találjadik bekezdése, de erre egyébként tudok mondani normatív választ is. Normatíve én ezt azzal tudnám alátámasztani, hogy a diszpozitivitást előírő általános eltérést engedő szabály, ugye a hármas tilalmi tesztjében a hitelező védelmet, a tagi kisebbség védelmet és a munkavállalóknak az érdekeit, jogait említi, a törzstőke minimum szabályozási technikája és rendszere is egyértelműen hitelező védelmi jellegű. Én azt tudom tanácsolni, én saját magam is általában így listázom ezt a fajta tesztet. Az ember azt szeretné eldönteni, hogy mit fog erre mondani a bíróság. Minden olyan jogintézménnyel, aminek alapvetően hitelező védelmi a kiindulási alapja, biztos, hogy azt a választ fogják adni, hogy ettől érvényesen bármilyen ügyeskedéssel nem fogunk tudni eltérni. Határozott meggyőződésem, hogy ennél többre nem lesz ideje egyébként a bíróságoknak. Hozzáteszem, nem csak a cégeljárásban, hanem egyáltalán a joggyakorlat egységesítési tevékenységük keretében sem. Azt pontosítanám, még hagyj pontosítsam, hogy tulajdonképpen amikor a törvény által kimondott kogencia van, akkor jellemzően a semmissel és az érvényesen nem zárható ki, vagy érvényesen másképpen nem rendelkezik. Ez a két fő kifejezés, ami alapvetően megjelenik. És én ugyan végig olvasgattam, főként természetesen a saját témáimmal foglalkoztam behatóban, de hál' Istennek például ilyen típusú hibákat azért nem követett el a törvény. Hozzáteszem, a koncepcióban volt azért, meg a tervezetekben is, hogy mondjuk a tilos kifejezést használta volna.
jelzem, ez is például az átszövegezésnek egy egyértelmű iránya, sok olyan szabály úgy van átszövegezve, hogy szövegesen maradt kvázi a GT, csak ezek a problémás vagy értelmezési nehézséget okozó kifejezések kerültek ki belőle. Nem fogalmaz úgy a PTK, hogy tilos, egy olyan szabály esetében, ami esetleg a diszpozitivitás kérdését felvetheti, hanem ezeket a megoldásokat alkalmazza. A másik téma, amit kiválasztottam, az általános összefüggések között az ügyvezetőnek a felelőssége. Ugye az ügyvezető felelősségével kapcsolatban egy kettős rezsimet alakított ki a PTK. A legtöbb ilyen pánikrohamot egyébként alapvetően ez is okozza, és az értelmezési nehézségek is ennek a mentén alakulnak ki. Amihez hozzá voltunk szokva, az ugye nyilvánvaló az volt, hogy az ügyvezető a társasággal szemben kvázi egy ilyen szerződéses felelősséget visel. Ez lényegét tekintve nem sokat változott volna, ha nem változott volna meg magának a felelősségnek a koncepciója a PTK-ban. Ugyanis annyi történt, hogy azért a szerződés szegésért való felelősséget objektív alapra helyezte a jogalkotó, ami azt jelenti, hogy ez a felelősség rendkívül szigorú és nagyon szűk kimentési lehetőségeket enged. Nem beszélve arról, hogy ráadásul a személyegyesítő jellegű társaságoknál, majd meg fogjuk nézni, mert idehoztam magának a törvénynek a szövegét is, mert ezt érdemes annyiban szó szerint elemezni, hogy nagyon sok minden kiderül belőle. Tehát magyarul a társasággal szemben viselt felelősség az alapvetően is nyilvánvalóan a szigorodás irányába mozdult el, anélkül, hogy különösebben változott volna a szövege, azzal, hogy a PTK felelősségi rendszere ugye ezzel a deliktuális objektív felelősségi köröknek a szétválasztásával jelentősen átalakult. És ugye leválasztja a PTK szabályozása a harmadik személyekkel szemben viselt felelősséget. Azt szoktuk meg a társasági jogi szabályozásban, hogy a társasággal szemben korlátlanul és felelek, nyilvánvalóan a magányi szerződéses felelősség, a harmadik személy felé pedig ez a kicsit a szerződéses, illetve a felelősségi jogból, a felelősségi magánjogból az alkalmazottért fennálló felelősség, harmadik személyért fennálló felelősség logikája mentén kifelé az ügyvezető nem felel. Ezt egyébként a fizetésképtelenségi jog, mint tudjuk, áttörte már, mert ez a fenyegető fizetésképtelenségi felelősségi klauzulának a csődtörvénybe való belekerülésével egyértelművé vált, hogyha ott egyébként egy nagyon nehezen alkalmazható és szerintem a társasági jogi szabályozástól rendkívül idegen módon megfogalmazott felelősségi szabály van. Tetszenek rá emlékezni, egyébként ez ráadásul ki se került azóta se, fizetésképtelenségi jogból se kvázi, hogy ha a társaság fenyegető fizetésképtelenségi helyzetében az ügyvezető nem a hitelezők elsődleges érdekeinek megfelelően jár el, akkor az ő felelőssége áttörhető. És ezzel kezdődött a cirkusz. A PTK egyébként ezt nem tudjuk eldönteni, hogy ezt akartam kiteljesíteni, vagy pedig egy egészen más jellegű kodifikációs technikai történésnek vagyunk a szemtanúi. Ez az, amire szokták mondani, hogy nagyon-nagyon súlyos biztosítási ágazatot kell rá alapítani, illetve van, aki azt mondja, amit a Gadó Gábor idézett, hogy a Békás professzor szerint, hogyha valaki egy üzleti tárgyalás kapcsán ellopja az üzleti partnere mobiltelefonját, ez arra vonatkozik. Ez nyilvánvalóan a két szélsőséges véglet, ami azt jelenti, hogy valahol a kettő közt van az igazság, tehát azt tudomásul kell venni, hogy a PTK-ban a hatodik könyvben megjelent egy sajátos felelősségi alakzat, tehát a szerződésen kívüli károkozásnak a szabályaihoz kapcsoltam ezek a bizonyos speciális felelősségi alakzatok, ez a vadállatér, meg a leeső tárgyér, meg az alkalmazottér, most már van vezető tisztségviselőért fennálló felelősség is. Ez tehát a szerződésen kívüli károkozásnak a körében van, deliktuális alapú, és nem mond mást, csak azt, hogy jogi személlyel egyetemlegesen vonható felelőssége a vezető tisztségviselő, aki a saját hozom majd a jogszabály szöveget, az nyilvánvalóvá fogja tenni a kérdést. Tehát összességében valóban úgy tűnik a kép, hogy a vezető tisztségviselő felelőssége jelentős, majdnem, hogy radikális szigorodás irányával mozdult el. Én ezt tehát annyival relativizálnám, hogy ez a felelősség áttörés és ez a hagyományos társasági elvek áttörése megtörtént már korábban. Arról pedig nem sokat tudunk, hogy ez a bizonyos
harmadik személyekkel szemben fennálló speciális felelősségi alakzat milyen értelmezési tartományok között fog kialakulni. Ugye azt mondja a társasággal szemben viselt felelősségről konkrétan a PTK, hogy a 3-24 szakasz alapján, amit látjuk, nem is speciális társasági szabály, hanem a társaság, hanem a jogi személyek általános szabályai között található szabály. Ez teremti meg az alapját annak, hogy a 6. könyv 142 szerinti szerződés szegésért való felelősség szabályait kell alkalmazni a társaság és a vezető tisztségviselője közötti ilyen felelősségi kérdésekre. A 642 pedig azt mondja a szerződés szegéssel okozott károkért való felelősségről, hogy aki a szerződés megszegése a másik félnek kárt okoz, tehát a kár lényeges, köteles azt megtéríteni, pont. És akkor itt jön, hogy mitől objektív ez. Mentesül a felelősség arról, ha bizonyítja azt, hogy a szerződési ellenőrzési körén kívül eső, az nem a jogszabályban van benne ez a szövegrész, ezt a 321-es hivatkozást én tettem bele, mert a vezető tisztségviselő ellenőrzési körének a szabálya az a 3.21-ben van. Tehát a szerződésszegés ellenőrzési körén kívül eső, szerződés kötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elhárítsa. Kérlek szépen, mindenhova tettem kérdőjelet, ami értelmezési nehézséget fog okozni. Az egyik mindjárt a szerződés ellenőrzési körén kívül eső ok. Személyegyesítő társaságnál, ahol apu a beltag, anyu a kültag, mondjuk mind a ketten vezető tisztségviselők, és a saját kis családi vállalkozásokat üzemeltetik, szerintem nincs a vezető tisztségviselőnek olyan tevékenysége, ami az ellenőrzési körén kívül esik. Ideértve ennek még akár a könyvelés technikai dolgait is. Tehát, hogy a könyvelő jól könyvele, vagy nem könyvel jól, ha kiderül és már harmadik napos felszólítást kapom valamiért, de még mindig nem kérdeztem rá, hogy ezt ő rontotta el, vagy nem, hogy van ez, ha nem váltok könyvelő, stb. Bármi előfordulhat, és minden az ellenőrzési körén belül van egy személyegyesítő. Tehát ugyanez a helyzet a kis taglétszámú családi KFT-k esetében is. A szerződés kötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta. Kérem szépen, ezzel az az értelmezési nehézség, hogy a szerződéses károkozás arra van modellezve, hogy van egy szerződéses kapcsolat, ott a szerződés kötés pillanata az az, amikor a felek között létrejön a szerződés. A vezető tisztségviselő kontra társaság relációjában ez az a pillanat, amikor a vezető tisztségviselőt megválasztja a társaság, és valamilyen jogviszonyba kerül vele. Egy ilyen dinamikus károkozás esetében, amikor egyáltalán felvetődhet, hogy én a társaság vele szemben kárigényt érvényesíthetek-e vagy nem, az egy másik szerződésnek a kapcsán fordulhat esetleg elő. Ez egyelőre még a joggyakorlatban bizonytalan, hogy a szerződés kötés időpontjában előre nem látható körülmény az mire vonatkozik, a vezető tisztségviselő és a társaság jogviszonyának a kialakulására, vagy esetleg arra a szerződésre, aminek a körében a társaságnak a vezető tisztségviselő a kárt okozta. Tehát nem mindegy, hogy a beruházási szerződés körében voltam, teljesen mindegy, hogy súlyosan gondatlan vagy szándékos, mert mint látjuk, ez egy objektív felelősségi klauzula, vagy pedig máshogyan ez azért nem értelmezhető, mert amikor a vezető tisztségviselői tisztség keletkezik, akkor nem tudok semmit arról a káresetről, aminek a mentén ugye ezt a kárfelelősséget velem szemben érvényesíteni kell. Tehát én csak valószínűsíteni tudom, hogyha ilyen kérdésekben a bíróságnak dönteni kell, akkor nem azt a szerződéskötést fogja alapul venni, amikor a társaság és a vezető tisztségviselő közötti szerződés létrejött, hanem mondjuk azt a szerződéses szituációt, amiből a kár keletkezik. És akkor döntsük el azt, hogy melyik szerződés időpontjában előre nem látható körülmény, ami nem volt elvárható, hogy én ezt elhárítsam. Kérem szépen, ezzel kapcsolatosan azért az eddigi bírói gyakorlat eléggé következetes abban, hogy a vezető tisztségviselőktől egy emelt szintű gondosságot vár el, tehát a vezető tisztségviselőtől nem jogi személy szintű gondosságot kell, hogy képviseljen, de teljesen nyilvánvaló, hogy nem egy átlag ember szintjén, hanem egy szakmai szempontból egy emelt szintű gondosság lesz ennek a mércéje, hogy én nem volt, hogy tőlem ez nem volt elvárható, ez tehát egy magasabb gondossági mércével lesz elbírálható,
És hát az a helyzet, hogy pont ezeknél a kis társaságoknál, különös tekintettel a kényszervállalkozóknál azért az élet kicsit elvér a jogtól például, és mint ahogy Hősi professzor mondja, annál rosszabb magának az életnek. Ugye az ügyvezető felelőssége harmadik személyekkel szemben, ez a másik felelősségi klauzula, a 545-541 azt mondja a vezető tisztségviselő felelősségéről, hogy ha a jogi személy vezető tisztségviselője a jogviszonyával összefüggésben, tehát vitatkozhatunk, hogy ez a mobiltelefon összetörése, vagy a kancsó összetörése, vagy egyszerűen az, hogy én úgy viselkedek, hogy harmadik személyeknek kárt okozok vele, a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Az A olvasat az az, hogy amikor a tagokkal összejátszva, vagy én magam is tag vagyok, ráadásul például vagyonkimentési cselekményekkel, meg ötletekkel vonom el esetleg a hitelezőknek a fedezetét, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy a jogviszonyommal összefüggésben elkövetett kár. A elkövetett cselekmény. Az kérdés persze, hogyha üzleti tárgyalásra megyek, és az autómmal elütök, akkor most inkább mondok egy szarvas, amivel a vadásztársaságnak okozok kárt, akkor az az én jogviszonyommal összefüggésben keletkezett kárt, és ebben az esetben a jogi személlyel egyetemlegesen én magam felelek, vagy ez hogy van? Ez az a kérdés, amire eltérő válaszokat tetszene kapni és olvasni, és amire azt gondolom, hogy ennek a kiterjesztő értelmezése valóban megalapozza, hogy a biztosítási ágazatban egy új felelősségi biztosítási alakzatot alakítsanak ki, bár azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyjából olyan hivatásrendhez tartozóként jegyezhetjük magunkat, hogy szerintem ránk már régen ki kellett volna dolgozni ezt a fajta felelősségbiztosítási konstrukciót, és akkor nem lenne körülményes az ügyvezetőkre. És hát ennél többet ez a szakasz nem mond. Kérem szépen, normatív alapon ez van erről a bizonyos felelősségi kérdésről. És akkor rátérve a KKT-BT-re. Változások lényeges hangsúlyai. Nem megyek végig ezen, csak azon, hogy hol találunk szerintem érdekes összefüggést. Ugye a KKT-nek és a BT-nek a szabályai, a közös szabályok elején talál, a közös szabályok után, hát hozzáteszem, hogy ugye nyilván tetszettek forgatni már a BT-kát, többen is hozzáteszem, hogy aki egyáltalán forgatta, arról se gondolnék semmit. Szívem szerint én se forgatnám, azt hiszem, hogy én már azért megúszom, és nem kell újra tanulnom meg mindent, de úgy tűnik, hogy kedvezményes nyugdíjból se lesz semmi. Tehát az első ilyen dolog, amivel nagyon sok kapcsolatban, nagyon sokat sajtóztak, ez ugye ez a jogi személyiség kérdés. Kérem szépen, nagyon szép dogmatikailag, ennek megvannak az összefüggései, megvan a magyarázata. A jogtechnikai magyarázata az, hogy ez volt a koncepcionális elképzelés, hogy akkor jogi személyek könyv van. Ezt egyszerűen nem lehetett másképpen kezelni, a KKT-t és a BT-t nem akarta a jogalkotó kiemelni a kötelmek világába, hanem teljesen nyilvánvalóan hagynia kellett a szervezetek jogában, és ennek eredményeképpen ez így maradt. A jogi személyességnek egyetlen egy gyakorlati összefüggése lesz a saját szempontunkból, hogy a jogi személyekre megállapított általános szabályokban is vannak olyan szabályok, amelyek a KKT-re és a BT-re is irányadók. Ugye azt szoktuk meg, hogy a KKT-BT nem jogi személy, tehát vannak a társasági közös szabályok, amik alkalmazandóak rá, és vannak a speciális szabályai. Ezen kívül minden alkalommal, tehát találunk olyan szabályt, ami a jogi személyek általános részében van. Tehát nem áll meg a 388-nál a visszafele keresés, hanem megyünk még tovább a jogi személyek általános kérdésre is. Elnézést, ha nem vagyok eléggé fennkölt dogmatikailag, de egyszerűen ez a helyzet. Hozzáteszem, hogy nem teszem hozzá, mert az is elmehető. Tehát a szabályozás három szintjével összefüggésben azt kell, hogy mondjam, hogy én a legtöbbet a kommentárok megírásánál avval szenvedtem, hogy van egy lineáris rendszer a fejünkben a társasági jogról. És azt gondoljuk ugye, hogy vannak az általános szabályok, vannak a speciális szabályok, és ennek van valami kapcsolódása az eljárásjogi alaki normákkal. Azt gondolná az ember először, hogy az, hogy ehhez hozzárakódott a jogi személyek általános szabály része, ez azért olyan sokat nem vakerál. Ezen
van még az is, megnézzük, ott biztos nagyon általános van, de mindaz, ami a társaságban lényeges, az úgy is benne lesz a társasági közös szabályokba, és utána benne a saját. De ez nem így van. Tehát valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy a GT-nek a közös szabályai közül egy csomó kérdés átkerült úgy a jogi személyek általános részéből, csak ott van, és van jó néhány olyan kérdés, ami azt a fajta párhuzamosságot azért meghagyta egy kicsit, hogy van belőle egy kicsi a közös szabályok között, és van belőle egy rész a jogi személyek által szabályai között. Tehát amikor értelmezünk, az esetek egy jelentős részében nem tudjuk elkerülni a háromszintű értelmezést. Tehát nem lehet megállni a közös szabályoknál. A három szakasz, a három, harmadik könyv negyedik szakaszának a diszpozitív eltérést engedő főszabályáról eleget beszéltünk, ezt most nem taglalnám tovább, mert egyébként lesz még, amikor előkerül. A tagi felelősség kifejezés helyett a PTK következetesen mindhárom ilyen társaságnál, ahol a tagok korlátolt felelősségével egyáltalán számolhatunk, vagy korlátlan felelősségével a korábbi logikán szerint, ott a tag helytállási kötelezettségéről beszél. Nagy pánik volt ebben is az elsőkörös kommentárok alkalmában, amiket állapítom, hogy ki mit szeretett volna ezzel üzenni. Valójában ennek sincs különösebb üzenete, először is. Ahogyan mi gondolkozunk arról, hogy felelősség vagy nem felelősség, a helytállás felelősség, tehát azért nem kell teljesen átbutolni az agyunkat ezzel. Arra viszont nagyon jó, hogy azt mindig az eszünkbe juttassa, hogy a helytállás kifejezést a jogalkotó azért használja ezeknél a társaságoknál is erre, mert következetesebb helytállásról beszélni, mert nem mindig felelősségi alapú, hogy a felelősségi rendszert alakította át, és az hatott erre a szövegezésre így, hogy itt egy általános értelmű helytállásról beszél, ami nem mindig felelősségi alapú. De amikor felelősségi alapú, akkor általában mögöttes, ugyanúgy, ahogy megszoktuk, és általában felelősségi jellegű, majd szépen átszokunk 2-300 év múlva, hála Istennek, én addig még felelősségnek fogom mondani valószínű. Jó. Azt nem említettem, de itt szeretném megemlíteni, hogy a KKT és BT esetében és ugyanez a helyzet, tehát itt nem korlátlan felelősség van, hanem korlátlan helytállási kötelezettség, vagy korlátozott helytállási kötelezettség, helytállás pontosabban, és emellett azért a helytállás kérdései itt-ott pontosításon is átestek. Például ez az együttperelhetőség meg a végrehajtási sorrend kimondása, ez megjelent a PTK-ban. Nem újdonság, meg hozzá vagyunk szokva, tehát a mögöttes felelős tagot azért már 90%-unk, majdnem 100%-unk együtt perelte a társasággal így is. Ennek a tételes kimondása jelentik meg, ez nem változtatott a helyzeten. És az is ugyanígy volt a bírói gyakorlat, a végrehajtási sorrendet is ez szerint igazítottam. Most is az a helyzet, hogy együtt perelhető a társasággal a tag, viszont amikor végrehajtásról van szó, akkor a tagnak a mögöttes felelőssége abban nyilvánul meg, hogy rá végrehajtás csak akkor vezethető, hogyha a társaság az eredménytelen volt. Tételesen kimondta a PTK, de az eddigi bírói gyakorlat is pontosan így működött. Belépő tag helytállási kötelezettségének a terjedelme viszont változott. Ugye én azt mondanám, hogy ez is egy ilyen szemléleti változás volt. A PTK abból indul ki, hogy a belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett károkért, az olyan, mint a többieké. Tehát ugye az a főszabály, hogy ahova beléptem, amit beleléptem, az én dolgom. Utána nézhetem, hogy milyen a cipőm sarka, de ez volt a főszabály és a kiindulás a társasági szabályozásnál is. Ha tetszenek emlékezni, ezt később finomította a társasági jogi szabályozás, és tettük hozzá azt a szabályt később, hogy erről eltérően is megállapodhatnak a felek. Tehát akkor nem kellett ezt a szabályt alkalmazni, hogyha erről a társasági szerződésben is külön módon rendelkezve volt. Az viszont jelentős változás, hogy attól való eltérés, hogy a belépő tag felelőssége a belépése előtti károkért is a többi taggal egyetemleges, abban a kérdésében meg lehet állapodni, de az harmadik személyekkel szemben hatálytalan. Tehát valójában egy kötelmi kimozgást enged most már a PTK, és ennek nincsen társasági jogi változata. Tehát azt mondja, hogy köthetsz olyan szerződést, hogy a belépésed előtt keletkezett
cselekményekből a kárt nem viseled a többiekkel szemben, de ez csak egymással szemben keletkeztet, tehát a társaság és a tag között keletkeztet jogviszony, kívülálló harmadik személyekkel szemben nem. Ami azt jelenti, hogy hiába lebegtetem a perből nem fognak kiengedni, a végrehajtásból sem fognak kiengedni, hanem én ezt a továbbiakban a társasággal szemben érvényesíthetem. Szerintem ez egy lényeges szabály és jelentős szigorodás attól függetlenül, amilyen jelentéktelennek tűnik. Tagok gyűlése probléma. Ugye választhattam volna egy olyan sorrendet is a tárgyalásban, hogy mi az, ami a sajtóban leggyakrabban előkerül, mert akkor mondjuk a jogi személyiség után biztos ez került volna oda, meg a vezető tisztségviselő már úgy születik, hogy vidítben van. Emellett biztos ez lenne a harmadik, hogy a tagok gyűlése, taggyűlés problematika hogy van. Kérem szépen, terminológiailag visszakerült a tagok gyűlése, ezzel ez a dilemma lezárult. Tehát tagok gyűlése van a KKT-nél is, meg a BT-nél is. Ám, de viszont ésellemben miután általános engedést, általános eltérést engedő főszabály eredményeképpen nyugodtan lehet a tagok gyűlésének egy taggyűlésszerű működése, és csak szeretném mondani, hogy a PTK-i átmeneti rendelkezései értelmében, ha valakinek a társasági szerződése taggyűlést tartalmaz, és aszerint szabályoz, az nem minősül ellentétesnek a PTK szabályaival, tehát ez önmagában nem szerződés módosítási kényszer sem az, hogyha az ügyvezetőnek nevezem az üzletvezetőnek nevezem az ügyvezetőmet, sem az, ha a taggyűlésnek nevezem a tagok gyűlését, sem azt, ha a tagok gyűléséhez képest eltérő tényleges szervezeti taggyűlési szabályokat rögzít a társasági szerződésem, mert ez az általános eltérést engedő főszabály miatt lehetséges, sem a hitelezők, sem a kisebbségi tagnak, sem a munkavállalóknak a jogos érdekeit nem sértheti, hiszen egyébként egy szervezeti működés az egy striktebb működés is, mint egy ilyen tagok gyűlése működés. Ezt az ünnepek alatt elhúnyt kedves kollégám Komáromi Gábor mindig azzal példázta a tagok gyűlése között és a taggyűlés közötti különbséget, és ez is megmaradt helyen közel, leszámítva néhány részletszabályt, hogyha ő az év végén egy üveg pezsgővel beült a feleségével egy üveg kárba, akkor ez egyben tulajdonképpen a közös BT-jüknek az a tagok gyűlése volt, és kocintottak arra, hogy milyen jó kis évük volt, akkor ez egyben a közös családi BT-jüknek az a tagok gyűlése is, ami egyben elfogadta az éves mérlegetésbe számolt. Tehát a taggyűlésnél ez nyilván nem annyira van így, de változatlan azt sem a társaság ebben a kérdésben majdnem, amit szeretnének. Ügyvezetés, üzletvezetés, ezzel ugyanez a helyzet. Tehát a terminológia valóban változott, egységes lett ügyvezető, a KKT-BT üzlet, korábbi üzletvezetője is. Amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy muszáj, igaz, hogy az embernek már, ha már úgyis korlátlan a felelőssége, akkor ezen már nem sokat, ehhez már nem sokat tesz hozzá ez a vezető tisztségviselős felelősségi kör, de azért a kültagnál nem ugyanez a helyzet. Tehát a kültag, hogy vezető tisztségviselő, akkor hiába húzta meg, és hiába írta rá a Bertnek a teljes családi vagyont, még nyugodtan lehet, hogyha ő egyben vezető tisztségviselő is, akkor azért a felelősségének az áttörésére többé szélesebb körű lehetőségek is vannak. Ezt nagyon ki kell centizni, hogy kire írják át a kedves vállalkozóink a vagyonukat. Tagi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályok. Ami változik, nem lényegesen változik ez, az viszont határozottan, hogy ezt két helyről kell most összeszednünk, mert a megszűnésre vonatkozó szabályok több helyen is fölbukkannak, a közös szabályok között is, és a társaságok speciális szövegezése között is, annak ellenére, hogy érdemi szöveges változás és tartalmi változás nincs. Nem azt mondom, hogy szöveges, mert szövegszerű változás van, de tartalmi nincs. A tag felmondási joga. Ugye ismerjük ezt a KKT-BT esetében, a társasági szerződés felmondható volt, ebben van jelentős változás. Azt mondja a PTK, hogy a határozott idejű társaságok esetében ez a felmondási jog korlátozható és kizárható. De a határozatlan társaságoknál, amelyek egyébként a tipikusak, tehát azért nagyon kevés határozott idejű BT meg KKT van, ott azoknál, tehát a határozatlan időre létrejötteknél ez semmis. Tehát nem lehet az olyan társasági rendelkezés, ami esetleg a felmondást tilalmazza vagy korlátozza,
kizárja vagy korlátozza, és ilyen van a mostani társasági szerződésben, na az PTK ellenes lesz, arra figyelni kell, tehát azt a rendelkezést törölni kell a szerződésből. Sajátos, újra szövegezett, tételesen megjelent szabály, ami azt mondja, hogy a tagi részesedésnek a hányada is átruházható. Ugye azt már megszoktuk, hogy a tagi részesedés átruházható a kistársaságoknál is, de a tagi részesedés hányada is átruházható, ami egy kicsit közelebb viszi ezeknek a társaságoknak a társasági részesedését, amit egyébként nem így nevezünk, a KFT-hez. Ennek ellenére egy KKT-ben nincsen üzletrészem, de ennek a társasági részhányadnak a hányada is átruházható, tehát nyugodtan lehet, hogy egy törzsbetétnek kvázi két tulajdonosa van. És a távozó tagokkal való elszámolásnak a szabályai és azoknak a szövegezése is változott, ezt fogjuk később érinteni. Tagi jogviszony megszűnéséről nagyon röviden. Ugye érdemben nem változtak ezek a szabályok, de a megszűnés esetköreinek szabályozása, mint látható, több helyen is felbukkan. A 398 az a törzsbetétet nem szolgáltató vagy mulasztó tagnak a tagi jogviszonyának a megszűnése, ez ismerős a korábbiakban. A 307 meg a kizárásnak a szakasza. Tehát a kizárásnál is és annál a mulasztási esetnél is előfordul. És a 346 az, ami ezeknél a társaságoknál a speciális szabályi jogviszony, tagi jogviszonynak a megszűnésére. Egyébként érdemben a szerkezete nem változott, tehát egyetlen egy olyan új eset van, amit én úgy olvasgattam a kommentárokat, hogy mindenki össze-vissza magyaráz. Tehát többféle kísérlet is van az önök megtévesztésére. Én most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy melyik az adekvát, mert van egy olyan esetköre a tagi jogviszony megszűnésének, amikor a taggal szemben a taggal szembeni összeférhetetlenség vagy kizáró ok bukkan föl. Ezt a kollégák egy része úgy magyarázza, hogy az összeférhetetlenségi szabályok tartoznak ide, azt össze lehet olvasni az általán szabályokból, de azért én arra fölhívnám a figyelmet, hogy a eltiltásnak, amikor az adóregisztrációval bejött ez a fajta sajátos magánszemélykontroll, akkor azért az eltiltásnak voltak olyan esetei, amelyek a tagot is érintették. Tehát miután nincsen átutaló szabály, ezért nem lehet azt fixen kijelenteni, hogy csak a PTK-ban szerepel kizáró és összeférhetetlenségi okokra vonatkozik ez, hanem nyugodtan lehet, hogy esetleg egy ilyen szituációra is. Tagok gyűlése. Kérem szépen, ami változott, hogy az új PTK-nak az a rendelkezése kógens, amely a leadható összes szavazat számra modellezi a határozat képességet, és tulajdonképpen és háromnegyedes előírás tartalmaz, illetve az összes szavazat számhoz viszonyított szótöbbséggel való szavazati arányt rögzíti, és előírja, hogy mihez kell egyhangúság. Ami érdekes kérdés, hogy ugye elhagyta a GT-nek azokat a szabályait egyrészt, ami tételesen meghatározott néhány olyan kérdést, amelynek a körében egyszerű többséggel lehetett szabályozni, ugye ez a székhelymódosítás, tevékenység, stb. És azt a szabályt is elhagyta, ami megengedte az üzletvezetőnek, vagy az ügyvezetőnek a felhatalmazását, hogy bizonyos módosításokat átvezessen. Annak ellenére, hogy ezek a szabályok elmaradtak, a diszpozitivitás főszabálya miatt ilyet a társasági szerződésben rögzíteni lehet. Hozzáteszem, nem egy radikális és tönkretevő helyzet ez, mert a társasági szerződésben ezeknek a kérdéseknek eddig is szerepelniük kellett volna, csak azt szeretném jelezni, hogyha ez szerepelt eddig, ez a rezsim fenntartható, nem ellentétes a PTK-val, akinél viszont nem szerepel, annak ugyanúgy bele kell rakni a társasági szerződésbe, és azt megteheti a diszpozitivitás főszabálya alapján. Azt őszintén szóval nem volt idő megnézni, hogy az új nyomtatványokban ez az opció szerepele vagy nem. Az sem volt kis feladat, míg az ember ezeket az új nyomtatványokat, a nyomtatvány főleg, mert a szerződés mintát már egyszer csak megtaláltuk, de azért a nyomtatvány nehezebb volt kideríteni. Nem árulom el, hogy sikerült az is. Az ügyvezető. Ami tételes kimondásra került, hogy a KKT vezető tisztségviselője kizárólag a tagok közül lehet valaki. Hozzáteszem, ehhez vagyunk hozzászokva,
Csak ez pont egy olyan szabály, ami mellett ott van egy törvényi eltérést írtó szabály. Tehát ezt maga a VTK az adott szakasznál nyilvánítja kógenssé, tehát a KKT vezető tisztségviselő csak a tagok közül kerülhet ki. A jogi személy tagra vonatkozó analóg szabályokat pedig az általános részben találjuk. Ide fölírtam még valamit időközben, ha egy kis, hagynak nekem egy kis laufot. Nem, mert azt mondom most, majd ezután valamikor. Az elszámolás a távozó taggal be nem lépő örökössel. Kérem szépen, a 353. bekezdése szerint semmi is a társasági szerződés azon rendelkezés, amely az elszámolási kötelezettséget kizárja, vagy a tagra nézve kedvezőtlenebb feltételekkel állapítja meg. Most ezzel az a helyzet, hogy az elszámolás kérdésén és szabályain több ponton pontosította a BTK. Az egyik például mindjárt az, hogy a taggal való elszámolásnak az alaprezsimjét azt egy forgalmi alapú elszámolásként fogalmazza meg. Ez, hogy meg kell állapítani a társasági részesedésnek a forgalmi értékét, ez tételesen, szövegesen is benne van ebben a paragrafusban. Amivel kapcsolatban az mindenképpen várható, hogy több jogterületen van olyan bírói döntés, dömping, ami az üzletrész értékelésének a problematikájával foglalkozik. Ez egyébként eddig főként a házastársi vagyonjogban szereplő társasági részesedésekkel és társasági vagyonnal kapcsolatosan merül föl. De az már teljesen biztos, hogy a bírói gyakorlat, és ugye a bírói gyakorlat azért számít, mert többnyire ezeken a dolgokon szoktak összeveszni a felek, tehát előbb-utóbb úgyis a bíró fogja megmondani, hogy a forgalmi érték jól lett-e megállapítva, vagy nem. Mindazonáltal azt már most lehet tudni róla, hogy a forgalmi érték megállapításánál a közgazdaságtan által használt módszereknek az elfogadottsága úgy tűnik, hogy a bírói gyakorlatban már meggyökeresedett. Csak hát azt én azért úgy mondom, hogy világ életemben közgazdász közegben mozogtam és közgazdászokat is tanítottam és elég sokat olvastam ezzel a dologgal kapcsolatosan. Azért a könyv szerinti értékelés az egyik legmeghaladottabb értékelési módszer. A bírói gyakorlat többnyire komplex módon kezeli ezt a kérdést, az már majdnem, hogy egy belépési küszöb, hogy a hozamalapú értékelést is szükségesnek tartják a bíróságok is, illetve azt tud meggyőző érvelést előadni, aki kvázi hozamalapú értékelés alapján állapította meg valaminek a forgalmi értékét. A hozamalapú értékelés a könyv szerinti értékhez képest annyival jóval komplikáltabb, hogy a hozamalapúság az nem a könyv szerinti értéken alapul, abból indul ki, de valójában pontosan ez az, ami számol ennek a jószágnak a dinamizmusával. Tehát ez az, ami adott esetben a könyv szerinti értékhez képest jelentősen lejjebb viszi a forgalmi értéket, vagy feljebb, de ennek megvan a maga közgazdasági matematikája. Nincsen annak akadálya, hogy ilyen módszerek nélkül állapítsák meg a forgalmi értéket, de hogyha ebből vita van, és azt meg kell mondani, hogy milyen alapon mondtam azt, hogy ez a társasági részesedés ennyi vagy annyi, ott azért vesztett pozícióban van az a fél, aki azt mondta, hogy még a könyv szerinti értékkel talán lehet egy kicsit harcolni, de az enélküli hasraütött forgalmi érték megállapodásokkal már biztosan bajban leszünk. Tehát a forgalmi érték problematikája behozott egy kicsit egy ilyen interdisziplináris szemléletet a kérdésnek a kezelésébe. Hozzáteszem, hogy én már olyan teljesen extrém és abszurd, általam egyébként jelentős túlzásnak tartott és elképzelhetetlen álláspontot is hallottam már, hogy az a legjobb, hogyha ráadásul maguk a felek még több független szakértőt is igénybe vesznek egy ilyen esetben. Nyilvánvalóan egy KKT-BT vagyonrészének az értékelésénél azért ezt annyira nem tartom szükségesnek, de erre azért tessenek figyelni, és muszáj lesz figyelni. Ugye, ami még lényegesebb, hogy azt mondja tehát a PTK, hogy a társasági szerződésben kizáró, korlátozó tag számára kedvezőtlenebb szabályokat nem állapíthatok meg. Azonban ennek a helyes értelmezése csak az lehet, hogy kötelmi alapon ebből kimozoghatunk. Tehát ha az adott esetben a társaság és a tag az elszámolás kérdésében megállapodnak ennél sokkal egyszerűbb módszerekben,
nem a társasági szerződésben, nem szindikátusi erejű szerződésben, ami egy általános és állandó társasági viszony, hanem adott esetben esetileg szerződésesen, annak nem lehet akadálya. Tehát ha én választanék, akkor én azt mondanám az ügyfelnek, hogy ne tegyünk bele ilyet, ne írjuk elő, hogy adott esetben hogyan kell és milyen forgalmi számítási módokat alkalmazunk, ne csináljunk ilyen társasági szerződést, állapodjunk meg a taggal majd, vagy hogyha van ilyen, akkor egy adekvát forgalmi érték megállapodására vonatkozó szabályt próbáljunk rögzíteni a szerződésbe, és emellett még attól függetlenül is meg lehet állapodni majd a taggal. Kedvezményezett átalakulás a KKT-BT között, kérem szépen ezt ismerjük. Tehát ez az az eset, amikor a két társaság társasági szerződés módosításával átalakulhat egymásba. Én ezt nem nagyon taglalnám, szerintem nem nagyon van olyan ember, aki ezt nem érti. KFT-nél vagyok. A fogalmi szabályok általános összefüggések körében két kérdést akartam kiemelni. Az egyik ez a bizonyos helytállási kötelezettség kérdése, amire azt írja a PTK, hogy a KFT egy olyan társaság, ahol a tagoknak a helytállási kötelezettsége főszabályként korlátozott, és itt van azért ez az e törvény történet, mely szerint az a helyzet, hogy a PTK-ban megállapított esetekben ez a felelősség áttörhető. Ez tulajdonképpen lehetne jó hír, ha igaz lenne, mert a PTK modellje tehát azt mondja, hogy főszabályként a tagnak a felelőssége korlátozott, a helytállási kötelezettsége korlátozott, ez alól csak a PTK-ban szereplő speciális szabályok adhatnak kimozgás. Én összegyűjtöttem a dián, szerintem miután a diákat úgyis megtetszenek, meg ehhez biztos bizonyára hozzá lehet férni majd, lehet, hogy nem érdemes ennek most az írogatásával fárasztani magukat, de én összegyűjtöttem csoportba, hogy milyen helyeken van felelősségáttörési szituáció. Egyértelműen a korlátozott felelősséggel visszaélő tag esetében az a 3.2-es általános jogi személyszabály, a vállalatcsoport uralkodó tagja esetében a hátrányos üzletpolitikáért fennálló szokás megszokott ismert felelősségi klauzula 359-ben. Ez ugye még mindig a jogi személyek általános szabálya, azért, mert a vállalatcsoport is, mert az egyeset is oda van dobálva. A pótbefizetés elmulasztó tagnak a felelőssége is mindaddig korlátlan, amíg nem teljesíti a kötelezettségét, a 383 szerint, ez már KFT-s részszabály. A konszent felelősség a 324-3 bekezdés szerint, tehát a minősített többséggel rendelkező tagnak a felelőssége, ezt is ismerjük, és ez is egy hátrányos üzletpolitikához köthető történet. Az elhúzott törzsbetét szolgáltatás. Az elhúzott törzsbetét szolgáltatás az az eset, aminek az irányába liberalizált a PTK. Tehát a törzsbetét szolgáltatásának a szabályait jelentősen liberalizálta, erről lesz egyébként még szó. Ez az, amikor nem kell a felét, legalább a felét befizetni, és egyébként nem kell egy éven belül a maradékot, hanem a 0 forintot is befizethetek, és majdnem a végtelenségig húzhatom. Ami egyébként nem pontosan így van, de ez a fő lényege. Tehát az elhúzott törzsbetét szolgáltatásnak az esetében a törzsbetét teljes befizetéséig a KFT tagjának a felelőssége is korlátlan. Nem a helytállási kötelezettsége korlátlan, de sem mindig jól érteni, úgysem fogom ezt mondani, főleg nem ebéd után és kávé előtt. Tehát az elhúzott törzsbetét szolgáltatásnak ez a bizonyos hitelező védelmi egyensúly garanciája, hogy egyrészt addig nem lehet osztalékot fizetni, másrészt pedig a nem teljesítő tagnak mindaddig korlátlan a felelősség, ami a törzsbetétjét nem szolgáltatta, akár a végtelenség. Jogi személy tagja által a szerződésen kívül a tagsági jogviszonyával összefüggésben szándékosan okozott kárért való felelősség. Ez a 6540, hozzáteszem, hogy ennek a mentén alakult ki az előző, nem ennek a mentén, csak ennek a témának a mentén, csak nem ezeknek a szakaszoknak a mentén alakult ki az előző előadások kapcsán ez a polémia, hogy kizárható, nem zárható ki a felelőssége a tagnak. De ez a lényeg, hogy tulajdonképpen ez is egy ilyen felelősség áttöréses szituáció. És hát általában kell, hogy mondjam azt, hogy a diszpozitivitás tulajdonképpen nyitva hagyja ezt a fogalmi kérdést. Én úgy írtam az egyik kommentárban, amit ebben a témakörben sikerül jegyeznem, hogy példás önmérsékletről tanúskodik, hogy
Végeredményben a korlátolt felelősségű társaság elnevezés az maradt, tehát nem lett egy korlátozott helytállási kötelezettségű taggal rendelkező társaság ennek a dolognak neve. Mi ezen nem nyertünk volna többet, hogy a korlátolt felelősségű társaság sem egy helyes és szabatos megnevezés, ahogy Galla Miklós ezt a vonatrablással kapcsolatban, ezt már nagyon világosan elmagyarázta, hogy a vonatrablás is egy helytelen kifejezés, nem soha nem a vonatot rabolják el, hanem annak a tartalmát. Nyilván a korlátolt felelősségű társaság sem maga a társaság korlátolt felelősségű, hanem az abban résztvevő tagok. Annak ellenére, hogy nem korlátolt, és annak ellenére, hogy nem felelősség, hanem helytállási kötelezettség. A másik, amit szerettem volna említeni, hogy a társaságokra vonatkozó általános fogalmi szabályok szerint, közös szabályok, jogi személyek általános szabályai, az üzletszerűség a kiindulási alap. Tehát a PTK is abból indul ki, hogy üzletszerű közös tevékenységre alakulnak ezek a társulások. Tulajdonképpen jogtechnikai értelemben kvázi a következetesség céljából, ezért a non-profit társaságra vonatkozó szabályok kimaradtak a PTK-ból. A GT-ben már benne voltak a non-profit társaság, benne volt a non-profit társaság, tehát ismerjük, tudjuk, hogy mi ez. Egyszer csak eltűnt a PTK-ból, majd sokáig nem volt sehol. Akkor ment ez a tusza vonal, hogy hogyan tudunk normatív választ adni arra, hogy mégiscsak van normatív társaság, hiszen van. Egyébként lehet rá normatív választ is adni helyek közben, mert azt mondom, hogy a főszabályként üzletszerűség, és a non-profit működés sem a hitelezőt, sem a kisebbségi tagot, sem a munkavállalót nem, akkor miért ne térhetnék el, tehát miért ne lehetnék ilyen non-profit működési valaki. Ez még azért nem segített azon, hogy a non-profit társaságnak a nevében is meg kell, hogy jelenjen ez, plusz még a közhasznú tevékenységnek az még átalakítás előtti szabálya is azért ezt egy kicsit striktebben kezelték. És egyszer csak megérkezett a non-profit társaság, nem túl elegáns módon a cégtörvénybe. Úgy látszik, hogy a cégtörvény egyik nagy vesztese ennek a dogmatikai magas ívűségnek, mert a non-profit társaságnak a tételes jogi szabályai végül is megjelentek a CTV-ben. Tehát a CTV-nek ez a saláta törvény által beiktatott, újonnan beiktatott 9F szakasza részletesen szabályozza a non-profit társaságot, tartalmilag a korábbi GT szabályaival nagyon hasonló módon, tehát ha keresünk, találunk tételesülni szabályt, csak nem a PTK-ban, hanem a CTV-ben, és azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy szintén a saláta törvény által beiktatott speciális szabály azért azt is kimondja, hogy a non-profit társaság non-profit jellegének a megtartásával alakulhat át és válthat státuszt. Ez azért lehet lényeges egyébként, mert a feltőkésítésnek az egyik technikája lehet ez az összeolvadás, átalakulás, beolvadás, akármi. Azt azért tudni kell, hogy egy non-profit társaság nem olvadhat be, nem válhat szét, nem non-profit társaság, stb. Tehát a non-profit jellegnek a megtartásával tud ez a társaság alkalmazkodni. És hát annyit még hagy jegyezzek meg, hogy a közhasznos jogállásról szóló külön jogszabály az tulajdonképpen a civil törvény része lett. Tehát ez is biztosan sokaknak nem új kérdés, de a közhasznosság kérdése továbbra is le van választva az anyagi jogi szabályokról, amelyeknek a része egy eljárásjogi törvényben van, és ez a külön törvény viszont a civil törvény lett. Nincs már közhasznú jogállásról szóló külön törvény. Na kérem szépen, törzstőke, törzsbetét, üzletrész problematika. Ugye ez is ilyen VIP listás a sajtó megjelenések szempontjából. Minimáltőke 3 millió, a törzsbetét 100 ezer minimális mértéke. Megint csak azt kell, hogy mondjam, ahogy említettem, ezt a CTV mondta ki tételesen kogensként. Ez sem egy elegáns megoldás. Én azt gondolom, hogy ha például a társaság könyvvizsgálójára vonatkozóan, vagy a együttperelhetés és a végrehajtási sorrendnek a szabályai elfértek a PTK-ba, akkor én azt gondolom, hogy végeredményben ez is elfért volna, tehát nem feltétlenül kellett volna ennek a CTV-ben megjelennie, vagy ha a CTV-ben jelent meg, biztos nem az érvénytelenségi okoknak a katalógusába raktam volna, nem találtam volna rá egy másik megoldást. Hozzáteszem, feltétlenül az se lett volna elegánsabb, hogyha azt mondjuk, hogy a cég nem jegyezhető be mindaddig, amíg nem igazolja azt, hogy tehát egyik se jó megoldás, PTK-ba kellett volna ezt kimondani, egyszerűbb lett volna ott egy fél mondatban. A tízezres szabály megszűnt. A tízezres szabály az a szabály, hogy úgy kell megállapítani a törzsbetétet, hogy az 10 000-re osztható legyen. Ez a szabály úgy tűnt el a PTK-ból, hogy tényleg eltűnt.
Tehát ez az az eset, amikor ha akarom, megtarthatom a 10.000-es szabályt, de akkor a társasági szerződésemben rögzíteni kell. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy 10.000-rel mindig osztható legyen a törzsbetét, akkor ezt a társasági szerződésben föl kell tüntetni. Én biztos nem csinálnám. Tehát ha eddig nem lett volna benne, akkor most fölöslegesnek tartanám beleírni, és különösen nem lenne ez az indoka annak, hogy mondjuk a szerződés módosítással nyissak egy ilyen feltőkésítési problémát is, mert hogyha nincsen benne a társasági szerződésben és eltűnt a BTK-tól, akkor nem muszáj ezt tartanom. De ha akarom, akkor tartom, ha nem, akkor nem tartom. Hozzáteszem, hogy a cégbírói gyakorlat azt hangsúlyozza, és erre már több cikk is megjelent azóta is, és erre azért érdemes figyelni, hogy a 10.000-es szabály maga azért került be annak idején a GT-be, mert a szavazati jogoknak a megállapításánál ez egy egyszerű szabály volt. Amennyit egyszerűsített a szavazati jog megállapításánál, annyit nehezített például akkor, amikor a tőkét fel kellett osztani, amikor az átalakulásnál ezeket a vagyonelemeket rendezni kellett, mert azért erről tudnak a könyvvizsgálók és az ügyvéd kollégák is mesélni, hogy mit össze tudtunk azon szenvedni, hogy hogy jöjjön ki az 10.000-re, hogyha egyszer a könyv szerinti értékek alapján nem tudjuk ezt 10.000-re modellezni. Erre azt mondták a cégbírók, hogy ezt ilyen kerekítésekkel meg lehetett oldani, mondjuk a számviteli jog nem egy olyan jogterület, ahol ilyen kerekítéseket az embernek olyan könnyen megbocsátanak, vagy legalábbis nem csörög a távolban a bilincs, tehát én nem éreztem ezt ennyire könnyen megoldható helyzetnek, de az kétségtelen, hogy a szavazati jogoknak a megállapításában ez segített. Én azt gondolom, hogy a 10.000 szabály elhagyása inkább jó, mint nem, és azt is gondolom, hogy a szavazati jogoknak a megállapításánál azért nem fogunk megakadni, és az átalakulás és vagyonátrendezések körében azért ez segít. Törzsbetét szolgáltatása. Elérkeztünk ahhoz a szabályhoz, amit említettem, hogy itt jelentős liberalizálás van. Azért van ennek a szabálynak jelentősége, mert a feltőkésítés esetében, amiről szintén beszéltünk az elmúlt két előadás alkalmával is, ugyanez az embernek a fejében logikusan úgy jelenik meg a feltőkésítési kötelezettség, mintha kötelesek lennénk megemelni a KFT-nek a törzstőkéjét, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy a BTKE ezt a fajta könnyítést berakta a szabályozásba, hogy a 3 millióra föltölteni a törzstőkét nem csak tőke emeléssel lehet, hanem ezzel a bizonyos tőke feltöltéses módszerrel is. Az új törzsbetétek szolgáltatására ugyanis a BTK azt a szabályt rögzíti, hogy nem kell legalább a pénzbetétek felét, a betétek felét szolgáltatni, és egy éven belül a maradványt, a port esetében 3 éven belül, hanem azt mondja, hogy nyugodt, 50%-nál kisebben is kezdhetek, és elhúzhatom ennek a törzsbetétnek a szolgáltatását a végtelenségig. Nincs erre a végén határidő, és ha azt mondja, hogy nem kell az 50 alatt is lehet ilyet csinálni, tehát 50% alatti törzsbetéttel is indíthatom ezt a dolgot, az azt is jelenti, hogy akár majdnem, hogy 0%-kal egészen odáig mozdulóban vannak a cégbírók, hogy szinte nullával is lehet kezdeni, valami minimálisan, miután a jogi személyek általános szabályai szerint minden elkülönült jogalanynak kell azért vagyonának lenni, ezért inkább hajlanék a Sárközi Tamás 10 forintos minimál modelljéhez, aki ráadásul ezt úgy szól, hogy ugye a házi pénztárba való átlövésbe gondolkozik, és mert ugye az igaz, hogy a legkisebb pénzérmék az 5 forint, de a legkisebb forintunk az 1, tehát ha ezt az ember bankszámlán csinálja, akkor ez lehet 2 forinttal is, nem csak 10-zel, ezen ugye el szoktunk vitatkozni időnként. De magyarul valamennyi vagyonnal kell rendelkezni a társaságnak, én azt mondom, hogy valami minimális betét nagysággal lehet kezdeni, de ez akár lehet a 100.000-es törzsbetét alatt is. Minden esetben is bőven az 50% alatt is, és akkor elhúzható ez a kvázi a végtelenségig. Mint mondtam, az a garanciális szabály mellette van, hogyha ilyen megoldást választunk, akkor mindaddig a társasági helytállási kötelezettségünk korlátlan, és a társaság osztalékot se fizethet. Valójában ez a kicsit bonyolultnak tűnő szabály nem más, mint az a megoldás, hogy a társaság a működése során az eredményéből tölti fel a tőkéjét. Mindaddig nem fizetek osztalékot, és mögé rakom a saját magánvagyonomat, amíg ki nem termeli ezt a bizonyos jegyzett tőkét a társaság. Ez nem változtat azon, hogyha 130 év múlva összejön a 3 millió, akkor azt be kell jelenteni a cégbíróságnak, hogy kérem szépen, mostantól megvan a 3 millió, és innentől tudok osztalékot fizetni, és nem korlátlan a felelősségem.
Tehát ezeken az alaptechnikai szabályokon nem változtat ez a modell semmit, viszont a feltőkésítés esetén azt lehetővé teszi, hogy egy működő társaság arról döntsön, hogy ezzel a feltőkésítési technikával megy a 3 millióig. Tehát nem törzstőkeemelésről határoz, hanem arról határoz, hogy ennek a szakasznak az alkalmazásával fogja föltölteni ezt a 3 milliós tőkéjét. Ennek egyébként az időzítéséről, meg egyebekről még van vita a cégbírói körökben. Azért említem mindig a cégbíróságokat, valóban nem jogforrás a cégbíróság, de azért tudjuk, hogy a PC másik végén mindig bőkülnek, tehát az ügyfelek egy jelentős része nem nagyon szokta támogatni az olyan dogmatikai ambícióit az embernek, hogy miután szerintem nekem van igazam anyagi jogilag, ugyan finanszírozza már meg időben, meg fellevezési illetékben azt, hogy kiderül, hogy nekem van igazam, tehát általában azért az szokott lenni, amit ők mondanak a végén erre. Jó, a feltőkésítésről lesz még szó később itt most. Ezt az egy tag egy törvetét kérdését, ezt érintettük már. Üzletrész hányad problematikája. Az üzletrésznek a fogalmának PTK annyit változtatott, és ez tövegezésben radikális változásnak tűnik, hogy azt mondja, hogy az üzletrész az a jogok és kötelezettségek összessége. Ennek kétféle üzenete van. Az egyik, hogy az üzletrész fogalmát egyébként következetesen leválasztotta erről a társasági részesedés problémáról. Tehát ugye régen úgy volt meghatározva, hogy ez a társasági vagyonból a tagok megillető hányad. Nincsen ilyen, mert mint tudjuk, a társaság két jogcímen fizethet ki engem, vagy osztalékot fizet nekem, vagy pedig elszámol velem, amikor éppen távozok. Másfajta vagyoni részesedésem nekem a társaságból nincs. Ez nem változtat azon, hogy résztulajdonról szoktunk beszélni, meg társasági tulajdonról beszél az ember, de ez valójában nem egy tulajdoni szituáció, és ezért van az, hogy az üzletrész mostani fogalmában ez van, hogy a jogok és kötelezettségek összessége. Ami még lényeges gyakorlati összefüggés, hogy a jogok és kötelezettségek egysége megjeleníti a kötelezettségeket is az üzletrész fogalmában, aminek egyébként igenis van gyakorlati jelentősége, mert például a mellékszolgáltatásnak és a pótbefizetésnek a kicsit változott szabályai azért nagyon karakteresen megjelennek az üzletrész fogalmában is már eleve, és egyébként a jogik és kötelezettségek összessége adja meg azt a választ is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha én például a társaságon belül felvásárolok valakitől üzletrészt. Ez az, ami magyarázza azt, hogy akkor az az üzletrész az én üzletrészemhez hozzánő, hiszen egy társaságban nekem egy jogom és kötelezettség összességem lehet. Nem lehet olyan, hogy a jogok és kötelezettségeim összessége egyfelől ennyi, másfelől meg ennyi, hanem ez természetesen egy ilyen gyűjtő fogalom. Ez a normatív válasz az egy tag egy üzletrész problematikára. Ugye az üzletrész elidegenítésével összefüggésben a PTK megint terminológiát váltott, nem elővásárlási jogról beszél, hanem én úgy egyszerűsítettem, hogy szerzési előjogokról beszél. Egyfelől ugye többféle jogcím is bekerült ebbe, nem az adásvételre van modellezve, másrészt pedig a szerzési előjogoknak a kérdését, ez egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően én dogmatikai szépészeti összefüggéseknek a mentén alakította át, úgyhogy ez azért nem lényeges változás, ezt meg tetszenek írni a szabályok között. És hát végül a közös tulajdoni üzletrész tulajdonosi adatai és a képviselő cégadat lesz. Tehát az új nyomtatványban majd lehet látni, a közös tulajdoni üzletrésznek a tulajdonosa is meg fognak jelenni a cégjegyzékben. Ez azért jó, mert ha tetszenek emlékezni a tagváltozásnak, az egyik legnagyobb rákfenéje most ez a napos előkör. Tehát innentől a résztulajdonosoknak a lefuttatása is megvan. Nevük is, személyes adataik is egyébként a cég adatok részévé válnak, és ezáltal az ő személyük is lefuttatásra kerül a cégjogi eljárásokban. Én azt gondolom most, hogy miután egyetlen egy érdemes kérdés lenne még, amit én szeretnék megmutatni, ezt is csak azért, mert ez nem annyira érdekes. A KFT esetében a feltőkésítésre, ha egy kicsikét visszatérnénk, és ez lenne a záró gondolat. Ketté választja a PTK-i ezt a szabályrendszert, a tőke megfelelési társaságokra, meg azokra, akik nem feleltek meg a tőke, tehát akinek feltőkésítési kötelezettsége van.
Ugye ez a főszabály, főszabályként a 2014 első módosításkor a BTK hatálya alá kell helyezkedni, technikailag egy legfőbb szervi határozattal. Azon még most megy a húzivani a bírók esetében, hogy változásbejegyzés körében kellett beadni, vagy annak, aki csak egy határozatot kell, hogy hozzon róla, mert a társasági szerződése nem ellentétes a BTK-val, nem kell azt szövegesen módosítani, csak az változhat benne, hogy nem a GT-re van utalás, vagy üzletvezető, stb. Tehát azoknál, akiknek nem kell szövegesen változtatni, azok egyéb beadvány formájában adják ezt be, vagy változásbejegyzési eljárás formájában. Én megnéztem direkt az új nyomtatványt, mert állítólag az IRM-től kaptak ígéretet a cégbíróság is, meg az előkészítők is, hogy lesz olyan rovat, ami ezt egyértelművé teszik, nem tudom, hogy tetszettek-e látni a cégnyomtatmány. Most valóban van kettő olyan rovat is, amit nem lehet érteni, de hogy melyiket kéne x-elni, és hogy ezt én nem tudtam megfejteni. Úgyhogy én nagy örömmel várnám, hogyha valakinek ötlete lenne. Tehát maga a nyomtatvány megfogja azt, hogy nyelvhelyesség hiba is van pont ezen a pontnál, az nem sokat segít, de semmilyen szempontból sem. Ami ez a kell-e módosítani, nem kell módosítani, én most azt mondom, amit a cégbírók gondolnak erről. A létesítők okiratot a PTK-val összefüggésben akkor kell módosítani, ha ellentétes. Ez meg az a kérdés, hogy most végeredményben szerződés módosítása a székhely, meg a telephely, vagy az ügyvezetőváltás, vagy a tagváltozás, ebben most a cégbíróság képviselője ilyen formális és formál jogi állásponton vannak, nem is lehet meg szerintem máshogyan, és azt mondják, hogy minden szerződés módosítás, amit nem vesz ki a törvény a szerződés módosítás keretei alól, kettő darab ilyen eset van, amit kivesz, az egyik az ügyvezetőváltás, a másik meg a tagváltozás. Ezt megszoktuk, ezt ismerjük, tehát ez régen kimondott szabály, hogy az ügyvezetőváltás, illetve az üzletrész elidegenítése nem módosít, nem jár a társasági szerződés módosításával. Minden egyéb olyan kérdés cégjogi szemlélettel, ami cégadatot változtat, az cég módosítás formájában kellett beadni eddig. Tehát annál is szomorúbb a helyzet, ami, hogyha ez a szélsőséges álláspont marad, akkor szomorú a helyzet, mert gyakorlatilag egy tag adatában beállt változás is olyan, ami azért, ha valljuk be őszintén a társasági viszonyokat nem változtatja meg, hogy én most Óbudáról átköltözök Csepelre, legfeljebb elmond sok mindent a likviditási kérdését a társaságnak, de nem változtat a társasági alapjog viszonyokban. Tehát azt lehet látni, hogy ha ilyen eset van, akkor ahhoz képest, hogy az ügyvezetőváltás, meg a tagváltozás, nem módosítás, a szél lakcímen változás a módosítás, és az kinyitja a kaput a kötelező feltöltésítésnek, ez azért nem egy barátságos megoldás. Én azt remélem, hogy ebben a cégbírói grémium kreatív lesz, és mondjuk azt húz fogja ezt a dolgot értem, bár hozzáteszem, ahogyan Gadó Gábor fogalmazott, ez egy rossz szabály, de egyértelmű szabály, tehát azt mondja, hogy ami módosítás, az megnyitja ezt a feltöltésítési kötelezettséget. A bíróságok most azon az állásponton vannak, hogy a 2016. március 15-ig a feltőkésítésre vonatkozó döntést kell meghozni. Tehát ha a tőkeemelést választom, akár a tőkéből való, tehát a saját tőkéből való tőkeemelést, akár az új törzsbetétekre fizetésével való tőkeemelést, az 2016. március 15-ig kell meghozni, és utána hajthatom végre ezt. Tehát nem magával a teljes feltőkésítéssel kell beleférni értelemszerűen 2016. március 15-be. Annyival egyszerűbb lesz a helyzet, nyilván nem fog változni már, ha csak nem fog ténylegesen változni a cégbejárás. Én azt javasolnám, nem tudom, hogy pontosan hol járunk az időben, most talán érdemesen, én itt befejezném ennek az előadós változatát, és hogyha tetszene gondolni, hogy után kiegészültünk a cégbíróság hangjával, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezért amire én nem tudok válaszolni, ő biztos fog tudni.